Fási Ádám és családja számára nagy jelentőséggel bírnak az ünnepek, ezért már javában készülődnek és hangolódnak a karácsonyra, hogy milyen egy igazi szenteste Fási Ádáméknál, arról a család főt, Fási Ádámot és lányát, Fási Zsüliettet kérdezzük. Sziasztok! Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Nagyon betartjátok a hagyományokat? Nagy jelentőséggel bír a karácsony és a szenteste? Hát ugyanazt a szeretetet próbálom, vagyis akarom átadni, és néha sikerül is, amit a édesanyám adott nekem, mikor gyermek voltam, és ugyanezt az üzenetet és ezt a szeretetet adom tovább Zsüliettnek, illetve hát a Marikának, mert azért neki is a sok munka mellett azért ez, neki is egy pihenő ünnep és egy karácsony. Zsüli, ez a valóságban hogy néz ki? Hát igazából most már holnap, ugye 23-án otthon vagyunk, egy kicsit pihízünk, meg előkészülünk a karácsony, és akkor 24-én feldíszítjük a fát, és onnantól kezdve mi nézzük a karácsonyi filmeket, az olyan eszünk, iszunk, pihenünk, semmi többet, tehát, és tényleg csak magunk vagyunk hárman, nem nagyon megyünk igazából sehova, hanem az, hogy otthon legyünk, és nyugalom legyen. Megteszitek azt magatoknak, hogy engedtek abból, hogy nem mindent megsüssél, megfőzzél, akármi. Jó, látom a tekintetet. Ne őt kérdezz, Zsüliét kérdezz. Nem engedjük egyébként. Nem a fatert kérdezzük. Nem, nagyon érdekes, ha nincs otthon nagyon jó ételek, vagy nincsenek az asztalon, akkor Marika szól. De mikor megfőzök, akkor meg azért szól. Igen, mert utána meg a konyha szép. Akkor meg azt mondja, hogy a konyha van, mi lett. És az utóbbi időben én takarítom. Mert te csak főzöl, de utána a konyhát ő rakja el. Nem. Azért már szokott ő. Egy jó házi ember vagyok. Igen, de azért szerintem ilyen 50-50%-ban. Azért annyi is beszokott. Szerintem 80-20%. Jó, és idén hogy legyen lesz? Legyen így. Mi a menü, hogy csináljátok? Hát már most megrendelik tőlem, mint egy étteremben a karácsonyi menüt, és az főzöm. Kocsonyának hát, kell lenni. Kocsonya az biztos, mert töltött káposztának nagyon kell lenni, pulykának kell lenni, stb. Hát az a tradicionális töltött káposztát most te főzöd. Olyan jó ezt hallgatni egyébként, hogy mégiscsak Magyarországon vagyunk, és hogy akik vendégek bejönnek, azért tradicionális magyar ételekről beszélnek, hát és hagyományokról 24-én beszélnek. És ez olyan jó ez hallgat, hogy nem polipmártásba készített, nem tudom milyen rákfőzelék, nem. Meg nem tudom milyen borzalom. Én is tudom készíteni. Tudom, de nem kell. De nem kell. Én szeretem a hagyományt. Szeretem azt a milliót, amit be én nőttem fel. Nagyon boldog gyermekkorom volt, az én szüleim mindent megtettek, hogy mi boldogak legyünk az akkori kornak megfelelően. Még akkor is, hogyha kocka cukrot csomagoltak fényes papírba, és azt szedték a karácsonyfára, mert nem volt más. De én mindig olyan nagy szeretettel gondolok rájuk vissza, és olyan öröm nekem, és ezt próbálom, szerintem néha át is adom, úgy a családnak. Ajándékoztok egymásnak? Igen, mi szoktunk, és hát... Na? Az igazság, nem nagyon szeretek utóbbi időben ajándékozni, mert a fejemhez verik a lányok, mert az én korosztályom, meg az önéké egészen nehéz az ajándékot. Nem találja el, mondjuk. Igen, de most már annyira nekem se találják el anyuék. És akkor vedd meg magadnak, és fizettest ki a pályákkal. Hát erre szokott lenni. Például az én karácsonyi ajándékomat most előre megvettük együtt, hogy ne legyen ebből gond, ne legyen ebből. Figyelj, és énekelni szoktatok egyébként? De úgy, amikor egymás közt vagytok? Karácsonykor? Vagy nem? Hát inkább... Hát mindig nem, a kocsiba, vagy igen. A kocsiba, hogyha megyünk, zenét hallgatunk, akkor az alapvető dolog nálunk. Meg még egy fontos dolog van, amiről szeretnénk, hogyha beszélnétek, ez pedig az, hogy nektek ilyenkor az is fontos, hogy másoknak adjatok, tehát a jótékonyság, ami szerintem egyébként karácsonykor nagyon fontos, hogy minden ember megtegye. Karácsonykor is, de legalább ekkor egy évben egyszer. Hát nekünk még egész évben van egy ilyen karitatív vonatunk, bár nem szoktuk a média felé ezt kitárni, és évek hosszú során tudni kell, hogy amikor a szépségkirálynő választással rendeztem 15 évig, akkor a világ egyik legjobban működő karitatív szervezetét irányítottam Magyarországon. Ezt díjazták, és hála jó is, de oda is figyeltek erre. Ma is így van ez, hisz a Zsüliett a Mikulás gyárba ment a Magyarok Világ Szépével, a Harkányi Szintiával, akkor voltunk Geszten egy nagyon szegény óvodával,
és nagyon örültek, hogy vittünk Mikulás csomagot, és tegnap voltunk Debrecenben, és hát itt köszönöm meg a Debrecen városának, hogy fölkarolt a mi rendezvényünket, ami ebbe az évben az egyik legnagyobb rendezvény volt, hisz több ezer ember eljött, és ott jól szórakozott, és támogatta a város, Debrecen város dr. Papp László segedelmével, és tegnap dr. Széles Diannával átadtuk ezt a ajándékot, 6 óvodának gyermekeknek vittük el a királynővel. Nagyon helyes, és azt gondolom, hogy ebbe kell, adomány. Hogy belenőjenek a gyerekek, meg beleszülessenek az enyémeket is, így nevelem. És olyan jó érzés volt, a gyerekek énekeltek nekünk, kedvesen fogadtak, és hát nagyon örültem, hogy Debrecen átölelt bennünket, és azt gondoltam, hogy valamit vissza kell szolgáltatni abba a szeretetbe, amit a debreceni emberek adtak nekünk. Hát nekem meg melengeted a szívemet, mert én meg debreceni vagyok, úgyhogy jó ezt hallgatni, mondhatod még. Nem kicsit lokálban. Akkor rajtad keresztül adom ezt. Boldog ünnepet kívánunk nektek. Áldott ünnepeket nektek.